Az ország 106 körzetéből minimum 71-ben kell összegyűjtenie az ajánlásokat a magyar kétfarkú kutyapártnak is ahhoz, hogy a nevük ott lehessen az április harmadikai szavazólapokon, és képviselőik bejuthassanak a parlamentbe. A szervezet vasárnap este egy online eseményen jelentette be több Pest megyei jelölt nevét is. A ceglédet is magába foglaló 12. es számú választókerületben újra Kis Viktor gyűjti majd elsőként az ajánlásokat, majd reményeik szerint a szavazatokat is. Ő volt 2018-ban is a magyar kétfarkú kutya párt jelöltje ebben a választókerületben.